Szombaton este a sportházban rendezték meg a díjátadó gálát. Hagyományosan itt adják át az önkormányzat által alapított kitüntetéseket a kultúra területén dolgozóknak. A jelenlévőket Horváth Csoma kultúráért is felelős alpolgármester köszöntötte. Az idei évben az ünnep még erősebb és magasabb szintre emeli a magyar kultúrát, hisz Petőfi Sándor születésének évfordulójával együtt ünnepeljük a himnusz keletkezésének 200. évfordulóját. Tesszük mindezt ma közösen azokkal és azokért, akik a szombathelyi közművelődésért és kultúráért dolgoznak nap mint nap. A kiemelkedő kulturális munkáért járó díj első fokozatát Kis Andrea, az Agora Szombathelyi Kulturális és Média Központ Nonprofit Kft. Közművelődési igazgatója vehette át. 30 éve dolgozik a város kultúrájáért, közművelődéséért teljes odaadással. Most van egy új feladatom abból a szempontból, hogy minél fiatalabb ifjú titánokat megtanítsak a szakmára és a szakma tiszteletére, alázatára, annak minden tudására. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer majd én ennek ezt ki kell, hogy mondjam, de eddig mindig én lestem el valakitől a szakmai fogásokat, tanultam meg valaki mellett, és akkor egyszer csak ott állok én, és én vagyok az, akinek ezt majd meg kell tanítania, de hogyha kihívást kell keresni majd az elkövetkezendő 5-10 évben, akkor ez egy kihívás lesz nekem a következőkre. A díj második fokozatát vehette át Polgár Katalin, a polgármesteri hivatal kulturális ügyintézője, aki immár 38 éve dolgozik a város kultúrájáért. Pályafutását a Szombathelyi Képtárban kezdte gyűjteménykezelőként. 2012 óta a közművelődési, közgyűjteményi, előadó művészeti és egyéb kulturális ügyek döntési előkészítését és koordinációját végzi. Nagyon megtisztelő, mérhetetlenül megtisztelő, és el is érzékenyültem. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ez a díj, ez nem az én díjam, hanem mindenki, akivel együtt dolgoztam, kezdve a képtártól egészen a városházáig. Úgyhogy ez őket is illeti, és változatlanul az a véleményem, hogy a kultúrában dolgozni felemelő és inspiráló. A díj második fokozatát kapta Szántó István festőművész, az ELTE Szavária Egyetemi Központ vizuális művészeti tanszék adjunktusa. Több csoportos és egyéni kiállításon szerepelt már, ötletgazdája a városi falfelületek díszítését célzó murális műhelynek. Nagyon örültem a díjnak, és köszönöm, hogy a város odafigyel a képzőművészeti tevékenységemre és a szervezői munkámra. Mind a képzőművészeti munkámat folytatom, legközelebb Kőszegen lesz egy kiállítás február 3-án a Kőszegi Várlovak termébe. Különböző pályázatokon indulunk a Westwerk Egyesülettel, tehát tavaly és tavaly előtten indítottam a murális műhelyt és a fa képzőművészeti alkotóműhelyt, mind a kettőnek a további folytatására törekszem. A kultúra támogatásáért díjat Pados Gábor kortársműgyűjtő és galéria tulajdonos kapta. Munkásságának három fő pillére az ACB galéria, az irokész gyűjtemény, valamint az irokész galéria. Egyéb elfoglaltsága miatt a gálán nem tudott jelen lenni, a díjat egy későbbi időpontban veszi át. Petőfi egész élete elég jól dokumentált, és akkor hát ezek szerint a születése és a halála az, ami valahogy homályba visz. A díjátadó után a Felülagája című előadás következett Petruska András és Bíró Szabolcs Maszkura énekes zenészek, valamint Kati Zsolt színészrendező előadásában. A produkció témája Petőfi Sándor élete és költészete volt, születésének 200. évfordulója alkalmából.